A Magyar Költészet napját 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük. Ez alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal tisztelgünk a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs körtök versei egyaránt szerepelnek, és gyakran diákok vagy a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. Vételkörzetünkben Üllőn, Gyálon, Maglódon és Pécelen is verseltek az irodalombarátok. Üllőn a Kis Sándor Művelődési Ház belső udvarát az általános iskolás diákok versekkel illusztrálták. A Hozd el kedvenc versedet felhívásra jelentkezők a belső versfalra rakhatták ki a számukra legkedvesebb költeményeket. Akik ma itt beszélnek, verset mondanak, énekelnek, nem vérprofik, nem kritikai szemmel kell nézni a produkciókat. A lényeg az az, hogy a lelkük mélyén ott van a vers, és szépen szól a dal a lelkükben, és ezt megosztják velünk. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a költészetnapi ülői rendezvényt Vámos Éva, a Művelődési Ház vezetője. Aranyosi Ervin költő pedig saját verssel köszöntötte a megjelent irodalombarátokat. Hát József Attila születésnapja, a költészetnapja. Itt van a tavasz, röppen a trilla, József Attila, József Attila. 114 éve megszületett, s a vers víz azóta nem tart szünetet. Éhező, koplaló, tétova lélek, lázadó, nyugtalan elvekben élhet, szebbi létre éhezve etet a szóval, dobbanó szív ütemére megszólal. Kortalan értelem, jövőbelátás, szaggató küzdelem és megbocsájtás. Plátói szerelmek, fájdalmas elme, léthez az embernek elfogy türelme. Elismerésben alig volt része, s vajon az életmű valóban késze. Megbecsülését csak későn kapja. Születésnapja, a költészet napja. A 19 verses kötetet jegyző, az emberi kapcsolatokat a pozitív gondolkodást előtérbe helyező költőt arról kérdeztük, mit jelent számára magyar költészet. Számomra a gyökerekhez való visszatérés jelenti. Én úgy gondolom, hogy régen a sámánok varázslatos dolgokra tudták a verseket, a dalokat, a rigmusokat használni, akár gyógyításra, akár a lélek felszabadítására. És én úgy gondolom, hogy a mai időben is a gondolatok, az érzések átadására a vers az egyik megfelelő forma, a megfelelő ritmussal, és a végén a díszítéssel, a rímmel. Én elsősorban a szeretetről szeretek írni, tehát van néhány szerelmes versem is, de az elsődleges a szeretet, az emberi kapcsolatok, a természetet igyekszem valamilyen szinten előtérbe hozni. Nagyon fontosnak tartom a mosolynak, a nevetésnek az egészségre gyakorolt hatását, és a pozitív gondolkodást az, amit lényegében a verseimmel próbálok kiváltani. Mit készítette annak idején, hogy tollat ragoljon és verseket írjon? Hát ez úgy történt először, hogy egy úgynevezett titokklubba jártam, ahol lényegében hasonló dolgokról beszélgettünk, szeretetről, emberi kapcsolatokról, és volt ott egy Mosolyog Magyarország mozgalom, és én írtam nekik egy himnuszt. Aztán írtam még egy verset, aztán még egyet, és utána elindult ez az egész. Mindez volt 50 éves koromban. Tehát addig aktív verseket nem írtam. Tehát aktívan. Hát azt mondjuk elmondom, hogy a feleségemnek például húsvétre mindig saját verset kellett írni, de hát ez egy családi hagyomány volt. És hát onnantól kezdve egyébként, ahogy ezt a titokklubban megírtam a verseket, szinte naponta írok 2-3 verset. A verseket kirakom általában az internetre, hát közel 5000 vers jött össze 10 év alatt, úgyhogy elég nagy csomagot sikerült teremtenem. A Facebookon nagyon sokat osztom meg a verseimet, ott az egy kép, egy vers oldalamon
rengeteg olyan versike található, amit kis kedves képek, állatok, gyerekek ihlettek, és hát nem tudom szó nélkül hagyni, jön belőlem. Nagyon sok verses kötete jelent meg, dolgozik esetleg egy újabb köteten? Eddig 19 kötetet adtam ki, ebből 3 a nagyobb mesekönyv, a felnőttek számára van 7 darab felnőtteknek szóló könyv, és emellett van egy 8 kötetből álló egy kép egy vers sorozatom. Külön van egy mikulásos könyvem, ami a karácsonyi időszakot öleli föl. Jelen pillanatban 3 köteten dolgozom. Az egyik egy újabb felnőtteknek szóló, készül a következő mesekönyvem. Hozzá nehezen találtam illusztrátort, mert azért egy kicsit igényes vagyok az illusztrátoraimmal. Az elsőt egy Japánban élő magyar festőművész készítette, de a másik 2 Magyarországon élő festőművészek illusztrálták csodaszép képekkel. Most egy 4. kerestem, hál' Istennek úgy tűnik, hogy megtaláltam, remélem nem kiabáltam el. Én olyan nagyjából szeptemberre várom a kiadását ezeknek a könyveknek, és lesz egy madaras könyvem, ami csak a madarakról szól. Itt van most ülőn, mivel készült? Hát én szeretném megismertetni, egyfajta repertoárt mutatni a verseimből a költészet napja alkalmából. Természetesen megemlékezem József Attiláról és a költészet napjáról, de ezen kívül próbálom a különböző korosztályoknak a verseit bemutatni. Apának is születni kell. Apának is születni kell, és ott lenni, vele élni. Ha szükséged is egy pelenkát, te is ki tudsz cserélni. A szeretet szép perceit nem pótolhatja semmit. Nagy kihívás a feladat, hogy kell apának lenni. Figyelni, hogy nő gyermeked, már az is egy ajándék. És mutasd a férfi szerepet, és ez legyen közös játék. Nézd, hogyan nő az értelme, hogyan tágul világa. Foglalkozz vele, szállj időt, s hidd, ez a legtöbb vágya. Apának lenni egyszerű, s tanulni kéne mégis. Rájössz majd közben, mint hogyan, s hidd el, segít az ég is. Van, ki munkába menekül, így igazolja másnak, hogy jó apa, mindent megad, megteremt a családnak. Hát nem minden a pénz, vagyok, gyermeked másra vágyik. Veled lenni és játszani, az együttlét hiányzik. Anyának lenni sem könnyebb, nem is kell azzá válnod. Gyermeked visszaigazol, amikor jól csinálod. Nem kincseket vár tőled ő, nem mesés gazdagságot. Az együtt töltött percekből alkot egy szebb világot. Többet adhatsz személyesen, szánd rá idődet bőven. Figyeld, hogy bontja szárnyait, és mivé lesz a jövőben. Aranyosi Ervin saját könyveit is dedikálta, de nagy sikert aratott a Szomora Zsolt vezette roma kisebbségi önkormányzat produkciója is. Többen verseltek is, de felléptek a Kenderes Néptánc Egyesület tagjai és a helyi zeneiskola tanára is.